Artner Tamást, a labdarúgó MB2-ben 16. helyen bennmaradt ZTE kispadján, a klubnál vezetőedzőként már megfordult volt Fradi tréner Nagy Tamás váltja, aki 60-ból a megye egyből érkezik. Nagy játékos mozgás várható a klubnál. Kapcsoljuk a labdarúgó VB-n argentin és horvát barát edzőt. Vele beszélgetünk. Szia Tamás, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szia! Hogyan fogadták 60-ban a távozásodat? Hát meglepően nehezen. Valahol egy kicsit számítottak rám, hogy váltani fogok, de örültem neki, hogy fontos embernek számíthattam ott a klubnál, és tehát még egy jövőképet kínáltak nekem, gyakorlatilag meg akarták hosszabbítani a szerződésemet. Arról már beszélgettünk, hogy te nem az a típusú tréner vagy, akinek leesik a gyűrű az ujjáról, hogyha alacsonyabb osztályban kell edzősködni, mert a feladat mindenhol feladat. Nyilván a Zalaegerszegnél a feladatok jóval nagyobbak, de hát az ETE a legutóbbi szezonnak is nagy célokkal indult neki, mint régi játékosuk és edzőjük. Te figyelemmel kísérted ezt az elmúlt éves produkciót? Természetesen nem csak az elmúlt évet, az előtti időszakot is folyamatosan figyelemmel kísérem, hiszen a klub az valahol bennem van, tehát én itt lettem MB1-es játékos, voltam itt edző egy nagyon rövid ideig, egy-két hónapot, 8 fordulót, és sikerült a dobogóra odaérnünk a csapattal. Természetesen nekem ez érzelmi kérdés, hogy mi történik Zalaegerszegen. Éppen ezért erre a felkérésre azonnal igent mondtál? Hát azt gondolom, hogy egy ilyen felkérésre nem lehet nemet mondani. Igen, azonnal. Mi lehetett az elmúlt bajnoki idényben a gond a ZTE-vel, ami miatt éppen csak megmenekült a kieséstől? Hát nem szeretnék én azzal foglalkozni, hogy mi lehetett a probléma. Szerintem a probléma megoldásra várt. Úgy gondolták, hogy a megoldás az, hogyha új alapokra helyezzük most ismét, és egy stabil állapotot megpróbálunk majd produkálni, tehát a csapatot. Én nem a visszafelé szeretnék nézni, sokkal inkább előre, és megpróbálok megfelelni annak a kihívásnak, ami rám fog várni, remélem hosszú ideig. Veled együtt érkezett a klubhoz sportigazgatónak Sallói István is. Jól tudtok-e majd Saleccal együtt dolgozni? A Saleccal már egy jó 11 pár évvel ezelőtt majdnem összehozott a sors, amikor Újpesten volt sportigazgató, akkor megkeresett, hogy dolgozzunk együtt, aztán engem Pécsről nem engedtek el. Hát most itt az alkalom, hogy ketten bizonyíthassunk, hogy képesek vagyunk jól dolgozni. Én úgy gondolom, hogy elég profi ahhoz, hogy megfelelő tudja biztosítani nekem a háttérmunkát, úgyhogy nagyon bízom abba, hogy nagy segítségemre lesz. Pista szerint 6-7 új játékos biztosan kell a kezdőbe, egyetértesz-e vele? Melyikőtök dönt ebben, tehát hogyan alakítjátok ki az új keretet? A keretet nyilván a célnak megfelelően, de mindig leülünk és átbeszéljük a lehetőségeinket, ugyanígy a játékosok személyével kapcsolatban is. Megpróbálunk tehát gazdaságosan és szakmai elvárásoknak megfelelően pontosan azokra a helyekre igazolni, ahol szükséges, hiszen nagy volt, ahogy említettem, ott nagy volt a mozgás. Én bízom abban a rövid idő ellenére is, hogy képes leszek az első fordulóra egy bajnokságra alkalmas csapatot építeni. Milyen stílus, milyen játék, milyen típusú ZTE lebeg a szemed előtt, hogyha persze az adott lehetőségek között, de mégiscsak szeretnéd a saját edzői kéznyomodat rátenni minél hamarabb az ETE játékára? Hát nyilvánvaló, én mindig is ilyen játékközpontú edző voltam, tehát én minden nap futballjátékból vezettem le az edzéseim, felépítése is olyanok. Szeretem azt, hogyha nálunk van a labda, mi birtokoljuk, de azt is szeretem, hogyha minél gyorsabban a mélységbe gondolkodva meg tudjuk támadni az ellenfél kapuját, úgyhogy nekem nagy szükségem van arra, hogy labdabiztos, és természetesen olyan játékosaim legyenek a keretben, akik képesek váratlan dolgokra, elég agilisek,
Úgyhogy, és bátrak ahhoz, hogy bevállalják azt, hogy egy kicsit attraktívabb, támadóbb, energikusabb futballt tudjak játszani. Ez áll hozzám közel, nem az, hogy nagyon mélyen helyezkedem a csapatommal. Hát remélem, hogy ez megfelelő játékosokat is biztosítanak számomra. Ha az ember egy MB2-es, komoly MB2-es ambíciókkal rendelkező klubnál ilyen típusú játékosokat keres, és ilyen típusú játékosokat szeretne odavinni, akkor mekkora ma a kínálat a magyar piacon belőlük? Hát kínálat az mindig adott a magyar piacon. Kérdés az, hogy annak a stílusnak, amit én képviselek, vagy amit a klub szeretne, annak meg tud-e felelni. Hát nagyon-nagyon komoly előkészítő munkát jelent az a Sallóinknak is, és nekem is, hogy ezeket a játékosokat megtaláljuk. Nem könnyű, hiszen ha tényleg valaki egy kicsit több és jobb az átlagnál, nagyon megkérik az árát, és nagyon nehéz pont olyan ütembe rátalálni, amikor akár szabadon igazolható is. Hát én bízom abban, hogy ehhez a források meg lesznek, de mondom, az elsődleges célunk az, hogy egy stabil helyzetet teremtsünk, és egy folyamatos fejlődést tudjunk bemutatni, mert másképp nem lesz jó csapata az ETL-nek. Amit leírtál arról a játékról, amit szeretsz, és amit szeretnél optimális esetben játszatni a csapatoddal, a csapataiddal, az némiképpen ráillik például a horvát válogatottra is. Kinek szurkoltál a horvát-argentin mérkőzésen? Hát én, ha a magyarok nincsenek természetesen, akkor általában minden ilyen világeseményen a horvátoknak szurkolok, Európából elsősorban, hiszen ott laktam a délvidéken, úgyhogy az ő mentalitásuk, ismerem az embereket, tudom, hogy milyenek, mekkora szívük van, és nekem az a fajta attitűd, amit ők képviselnek, az nagyon-nagyon szimpatikus számomra, nem beszélve arról, hogy hát a futballtudásuk az pedig lenyűgöző. És mi a helyzet az argentinokkal? Most arra vagyok kíváncsi, hogy edzői, lélektani szempontból hogyan lehet kezelni egy ilyen ügyet, mint a San Paoli kérdés? Hogyan lehet jól kijönni ebből szerinted? Van-e jó kompromisszum játékosok és tréner között, hogyha feszültség támad az öltözőbe, hogyha hangadók az öltözőbe, változást akarnak mondjuk elérni a csapat játékában, játékrendjében, felállásában? Milyenkor a jó megoldás? Hát azért ez egy nagyon összetett kérdés, és ezt nagyon-nagyon át kell gondolni. Azt gondolom, hogy a San Paolinak vannak olyan kollégái, akár gondolok arra, hogy a csapat körül van egy sportcoach, akivel tud konzultálni, és megpróbálnak olyan megoldást keresni, hogy ezeket a játékosokat visszaemeljék a felelő mederbe, mert ha ez nem tud megtörténni, akkor valószínű, hogy Argentina el fog búcsúzni a további küzdelmektől. A játékos uralomban nem hiszel, úgy látom. Nem, én azt gondolom, hogy amikor a játékosok átveszik az uralmat, az egyenlő azzal, hogy elveszett a csapat, elveszik egy klub, vagy elveszik a futball. Igen, tulajdonképpen Sir Alex Ferguson-t is idézhetted volna, neki volt ez a hitvallása. Igen, igen. Ő mondta azt, hogy ha a menedzsert hatalmát megkérdőjelezik, akkor annak a klubnak a teljes tradícióját le lehet húzni a WC-n. Egész akkor pontosan így fogalmazott. Lebuktam. A végén vissza a ZTR-re. Mi lesz itt a cél? Az első hat közé jutás olyan meglehetősen általánosan hangzik egy olyan klubnál, egy olyan közegbe, ahol azt gondolom, hogy a végcél semmi más nem lehet, mint az NB1. Ez le van valahol írva, hogy első hat? Nincs még leírva? Nem hangzott el? Én konkrétan nem tudok róla, hogy ez így elhangzott, tehát hogy az első hat. Mondom, tényleg azt tudom mondani, hogy mindenképpen arról szól, hogy tudjak végre egy olyan csapatot építeni, ami megfelel a klubnak a kultúrájához, a tradíciójához, hiszen itt azért, hogyha belegondolsz, a 80-as években is volt egy nagyszerű időszak a klubnak, aztán bajnokság később, a Kocsádi Gergőjékféle csapattal, tehát kell jönni megint egy új korszaknak, és nagyon hiszek benne, és nagyon bízom magamban, és nagyon bízom a játékosokban, a klubban, hogy újra eljöhet egy korszak, amikor ismét a megfelelő helyzetbe tudunk kerülni, és a megfelelő helyen tudhatjuk majd magunkat. Milyen átlagnézőszámot szeretnél ősszel a Zete arénában?
Hát én ismerem a helyi viszonyokat, ismertem, inkább azt mondom pontosabban, az alai embereket, tudom azt, hogy ha egy kicsit elindul valami, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy mozgás indul meg, hiszen ez egy olyan város, ahol nagyon szeretik a sportot, lásd kosárlabda, labdarúgás, ha valami jó, akkor az vonzza őket, nekik ez az élet részéhez tartozik. Tehát az, hogy itt az ETE, az mindig jó csapat legyen. Azt mondd meg végül, Tamás, mi lehetséges inkább, mi következhet be inkább? Az, hogy a horvát válogatott VB döntőt játszik, vagy az, hogy a ZT első évetekbe feljut az NB1-be? Hát, mint a kettőt nagyon szeretném. Hát akkor legyen így, jó munkát az új állomás helyen, a régi új állomás helyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Szia! Szia!